legnagyobbak? Ha úgy tűnik Magyarországon, hogy ebben az évben mi voltunk, majdnapok lettünk. Hát egy Veszprém Szeged az mindig teljesen más mérkőzés, a bajnoki döntő, ha csak egy alapszakasz meccs, mindig óriási presztízse van, és minden meccsre úgy jövünk, hogy 0-0, tök mindegy, hogy most nyertünk otthon 6 góllal. Azt gondolom, hogy kézbe tartottuk a mérkőzést, a végén a Szeged kihasználta a helyzeteinket, mi kihagytunk. Én elejtettem egy zicserbe labdát, kihagytunk két zicser, ez lett a végén a különbség, de azt gondolom, hogy a bajnoki cím sorsát nem forgott veszélyben. Nagyon okosan, taktikusan játszottunk, úgyhogy gratulálok a csapatnak és a szurkolóinknak. Érdemeltünk a győzelem, a kulcs volt szerintem Veszprémben, egy nagyon jó eredmények sikerültünk. És ma nagyon nehéz, mert az is volt óriási hangulat, nagyon jó a szegedi szurkoló, de szerintem jobb voltunk és megérdemeltünk az ötödik bajnokságot. Fantasztikus hangulat volt, talán még az elmúlt évek Szeged-Veszprém mérkőzéséhez képest is ez még egy komolyabb atmoszféra volt, úgyhogy ezért, mint az a sajtón is megköszöntem nekik az egész éves támogatásunkat, és tényleg nagyon, nagyon hálásak vagyok nekik azért, hogy ennyire mögöttünk állnak eredményektől függetlenül. Mi hiányzott ahhoz, hogy a Veszprémet le tudjátok idén győzni a döntőben? Igazából egy olyan 15-20 perces kihagyás az első mérkőzés másik fél idejében, úgy gondolom, hogy ott játszottunk annyira gyengén, hogy akkor előnyt tudott szerezni a Veszprém, hogy hazai pályán bármennyire is küzdöttünk és akartunk, hogy győzelmet el tudtuk érni, de a bajnoki címet ugye nem, ez rengeteg volt ez a 6 gólos hátrány. Páratlan a világon, mindenhol elkísérjük, mindenhol van valahol a Veszprém szurkol, a világ bármely pontján játszunk. Meg is próbáljuk hálálni ezt, remélem ők is nagyon boldog ezzel a bajnoki címmel. Olyan érzés van bennem most is, mint a legelsőnél, az elmúlt 15-16-nál, hiszen mindig egy óriási élmény volt megnyerni a magyar bajnokságot, úgyhogy szerintem nem találok szavakat, mert volna szomorú. Most lesz egy kis időnk pihenni, lesz egy kis időnk készülni, szerintem ez egy óriási siker, és kell ünnepelni is. Kell ünnepelni, mert az nagyon nehéz, amit csináltunk. Az út szezon, út magyar bajnokság, út magyar kupa, négy Final Four. Senki nem, szerintem nem sok edzők azt tudnak mondani. Természetesen kell ünnepelni, az a legjobb Szeged. Biztos 100%. Sokat fejlődött az utolsó négy szezon. Péntektől kezdődik a felkészülés Párizs ellen. Ma még megünnepeljük ezt, mert azt gondolom, hogy minden győzelem annyit ér, amennyire megünnepni szokták mondani. Ez a Szeged nagyon-nagyon jó csapat, nagyon sokat fejlődtek, mert tavaly is jók voltak, idén is nagyon jók voltak. És azt gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, hogy meg tudtuk venni őket a döntőben is, úgyhogy ezt meg kell ünnepelni.